Köszöntöm nézőinket! Önök a Hévízi Televízió adását látják december 22-én kedden. Ma is híradóval kezdünk, lássuk témáinkat! Hatalmas sikert aratott Hévíz a turisztikai szakma és az utazóközönség által minden évben izgatottan várt és mérvadónak tekintett díjátadón. A szállás.hu szállás közvetítő portál 8. alkalommal rendezte meg ezúttal online díjátadó gáláját, melyen szakmai és közönségdíjakkal ismerik el a turizmus kiemelkedő szereplőinek egész éves teljesítményét. Túlzás nélkül mondható, Hévíz tarolt a díjátadón. Megküzdöttünk a folyamatosan változó jelennel, és próbáltunk hozzá alkalmazkodni. Ez az év volt, amikor valóban megtapasztaltuk, hogy az utazás szó mit is jelent. Megértettük, hogy azok a mikropillanatok mennyire fontosak nekünk, ha nem élhetjük át őket. Megértettük, hogy mennyire fontos ezekben feltöltődnünk és újra élnünk. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szigetvári József, a szállás.hu vezérigazgatója a portál hagyományos díjátadóját, melyen a vendégértékelések alapján, valamint szakmai zsűri véleményét figyelembe véve értékelik a turizmus szereplőinek éves teljesítményét. Külön jelentőséget kapott az esemény a turizmus ezévi ismert nehézségei miatt. A turisztikai ágazat legjelentősebb értékelésén Hévíz több hatalmas sikert aratott. Az év települése 2020-ban nem más, mint Hévíz! Azt gondolom, hogy ez a fajta, ebben a helyzetben az a fajta összefogás, ahol a kicsik, nagyok, hiszen magánszálláshelyekről is beszélünk, és mindenkiről a vendégek véleménye alapján, ez egy óriási elismerés Hévíznek, és egy új erőt adhat, illetve erőt ad nekünk ahhoz, hogy igenis, egy rossz helyzetben is van kiút, van összefogás, lehet akkor is működni, még egy kicsit másképpen is, és azt gondolom, hogy a jövőnek ez egy fontos jelentőséget adhat, vagy üzenetet hordozhat magába, hogy tovább kell mennünk azon az úton, amin megyünk, fejlesztenünk kell, fogadnunk kell a vendégeket, új célpiacokat kell keresnünk, és egy összefogással a következő években is sikerre vihetjük Hévízváros turizmusát. A hagyományosan több kategóriában átadott díjak közül a szálláshelyek kategóriájában is született Hévízi siker. Az év szállása fődíjat az idén a Hotel Europa Fit nyerte a vendégek véleményei és a szakmai zsűri értékelése alapján. Az a stabil vendégkör, ami évről évre visszajött Hévízre, az egyik pillanatról a másikra eltűnt. Tehát valahogy át kellett gondolnunk ezt az egész stratégiát, azt, hogy hogyan fogunk dolgozni 2020-ban, úgyhogy teljesen új marketing és értékesítési politikát kezdtünk el. Az aktív marketing munkát, amit eddig a külföldi piacra fordítottunk, azt most a belföldi vendégkört igyekeztünk vele megcélozni. Igyekeztünk különböző új célcsoportokat megszólítani, például a kisgyermekes családokat, a 60 plusz vendégeket, a fiatalabb párokat, vagy olyanokat, akik az aktív kikapcsolódást keresik, vagyis nyitottunk a piacra. A Hotel Europa Fit még egy elismerésben részesült. Szakmai kategóriában a 70 szobaszám feletti 4-5 csillagos szállodák kategóriájában második lett. Ebben a kategóriában szinte tarolt Hévíz, hiszen az első díj az Ensana Termál Hévíz birtokába került. Az idei év az annyi megpróbáltatást adott azoknak, akik turizmusban dolgoznak, hogy nagyon nem volt könnyű azt a fajta kedvességet, vendégszeretetet, profizmust adni, amit egyébként egy boldog békeidőben az ember esetleg kisújból megtesz, és hát azt gondolom, hogy ez sikerült, ez igenis büszkeséggel kell, hogy eltöltse az embert, és hát ott jön elő a többi, a felelősség és a tetrekészség, hiszen ha valaki díjat nyer, és hadd büszkélkedjek azzal, hogy mi most Zsinórban harmadik évben nyertünk díjat, az igenis felelősség, hiszen ez elvárásokat támaszt a vendég részéről, ha ő megérkezik, itt a legjobbat akarja kapni, úgyhogy nekünk ezért kell dolgoznunk, hogy tényleg a legjobbat kapják a jövőben is a vendégek. A díjazottak ranglistája a zsűri szakvéleménye és a szállás.hu rendszerében lévő összességében közel 1,5 millió vendégértékelés mennyisége és pontszáma alapján alakult ki. Így azt bizonyítja,
hogy Hévíz a nehéz év ellenére sem veszített turisztikai vonzerejéből. Ez biztatást és reményt adhat a városnak a vírus utáni időszakra is. Megtartották a Szabó Lőrinc Nemzeti Verse és Prózamondó versenyt Hévízen. Rendhagyó módon, online formában, élő közvetítéssel láthatta a közönség a programot. A Festetics György Művelődési Központ a város helyi értéktárába is bekerült nívós rendezvényt már 7. alkalommal szervezte meg. A versenyről fontos tudnotok, hogy 2014-ben rendeztük meg először. December 20-án online formában tartották meg a 7. Nemzeti Szabó Lőrinc vers és prózamondó versenyt, ugyanis a Hévízi Programok Facebook oldalán élőben közvetítették az online térben zajló rendezvényt. A pandémia időszaka miatt a hagyományos háromnapos nívós rendezvény helyett idén kicsit más formában, lazább hangvételben láthatta a közönség a nem mindennapi programot. Erre szerintem nagyon nagy szükség van, a szép magyar beszéd, a versek, az irodalom szeretete, ez mind-mind benne van ebben a versenyben, hiszen amikor háromnapos a verseny, akkor ez az egész nem csak arról szól, hogy itt verseket interpretálnak emberek, hanem ez egy kicsit ilyen műhely munkaszerű közös gondolkodás, megfordulnak nálunk irodalomtörténészek, neves zsűri van, tehát ezt szeretnénk életben tartani. Az idén a résztvevőket limitálták, így az előző években már sikeresen szereplő előadókat hívták meg az online versenyre. A megszokottól eltérően két vers helyett csak egyet kellett elmondaniuk a résztvevőknek. Van nekem egy berlini filológus jó barátom, akivel valószínűleg jó barátságban is maradunk, mert nagyon messze élünk egymástól. A zsűritagokat minden évben a hazai színművészet jeles képviselői közül választják ki. Az elnök pozíciót az idén is Pataki András, a soproni Petőfi Színház igazgatója töltötte be, aki már a kezdetektől fogva részt vett a verseny zsűrizésében. A vers értékelési rendszerben persze látszólag minden szubjektív, de vannak valóban mérhető elemek. Ilyen a beszédtechnika, a hangképzés, a versválasztás, a vers értelmezése és a művészi előadás mód. Tehát ezek azok a fő szempontok, amelyek nyilván minden egyes versmondó verseny, úgynevezett versmondó versenyen a zsűri szempontjait jellemzik. A verseket követően a zsűri minden produkció után röviden értékelte az alkotásokat. Amíg a zsűri visszavonult az értékelésre, addig az online térben láthatott még a közönség egy színházi előadást is. De vonszolja a lába, hol áll a régi ház. Az idejében a zsűri döntése alapján Horváth István versmondása érdemelte ki az első helyezettnek járó díjat. Barna László a második, míg Porbény Mihály és Kuruc Ádám megosztva a harmadik helyezést ért el. A legjobban teljesítő versenyzők készpénzdíjazásban részesültek. A verseny teljes egészében visszanézhető a Hévízi Programok Facebook oldalán. A karácsony velejárója természetesen a fenyőfa. Választhatunk cserepes, vágott vagy akár műfenyőt is. A vásárlók többsége azonban az élő növényeket preferálja. A fenyőárusok kínálata az idén is hasonló, mint az elmúlt években, akár csak a fenyő árak. Aki még nem tette meg, még most sem késő megvásárolni az ünnep legelterjedtebb szimbólumát. Kellemes karácsony! Kellemes ünnepet! A normand, az ezüst és a lucfenyők a legkedveltebb karácsonyfafajták jelenleg a Hévíz környéki fenyőárusoknál. Monos Tibor már 14 éve árusítja Keszthelyen saját kertjükben az ünnep egyik legnépszerűbb szimbólumát. Mint elmondta, a vásárlóknál az egyik fő szempont a tartóság. Ki szép fát szeretne, azért az nyugodtan egy 5-6 nappal, 10 nap előtte tud választani, viszont a tartóság miatt mi is igyekszünk, mi is csak 12-re végezzük az árusítást, úgy próbáljuk kitermelni folyamatosan, hogy friss fát kapjanak a vevők. A pandémiás helyzet nem befolyásolta a vásárlási szokásokat. A tartóság mellett a méret is családonként változó. Van, aki a kisebb méretű fára esküszik, de akadnak olyanok is, akik a nagyobbakat preferálják. A legfontosabb, minél nagyobb legyen, minél terebélyesebb, mert gyönyörű fákat szeretünk vásárolni, de a kicsikkel minden évben őket hozzuk, a keresztlányommal és a kisfiammal mindig. Ők bejönnek, ők kiválasztják, és akkor az a fa van. Tehát most is első látásra is szerelem mindegyikünknek, hogy ez a fa, ez a mi karácsonyfánk, minden évben itt veszük. Megkapjuk hozzá a talpat is, és akkor a végén meg visszahozzuk a talpat nekik. Jelenleg is még közel 300 darab fenyő található Monos Tibor udvarában.
Így a későn vásárlók is megtalálhatják még a családjukhoz legjobban passzoló karácsonyfát. Az alsó páhok is párparkolóban is akadnak még szép számmal fenyőfák. Az idei év sláger fafajtája a normand fenyő, tehát itt is a tartósabbnak számító karácsonyfákat keresték a vásárlók a leginkább. A hagyományos lucfenyő is igen népszerűnek számított, amely elsősorban az illatával győzte meg a vásárlókat. A fenyőárusok többsége a vásárlói igények kielégítésére plusz szolgáltatásokat is kínál. Vannak fenyőcsokraink, amit előszeretettel szoktak vinni, díszíteni az otthonokat, esetleg sírra, sírcsokorként ezek feldíszíthető ágak, gajak, illetve hát szolgáltatásunk van még a fafaragás, meg hát természetesen be is csomagoljuk a fákat, hogy ne sérüljenek a hazaszállítás folyamán, illetve mi magunk is szívesen segítünk a hazaszállításában a fáknak. Molnár Anna hozzátette, december 23-án akciókkal is kedveznek a vásárlóknak. A nagyszabású rendezvények a pandémia második szakaszában ugyan elmaradnak, de a Hévízi Művelődési Központ szilveszterre is házhoz viszi a zenét. Így december 31-én a város több pontján találkozhatunk muzsikával, amit akár a saját erkélyünkről is hallgathatunk. Idén a nagyszabású szilveszteri rendezvények ugyan elmaradnak, de a Művelődési Központ munkatársai december 31-én is szeretnének programmal kedveskedni a hévízi lakosságnak. Ismét házhoz viszik a zenét városunkban. A tavaszi időszakból már ismert program keretében a város több pontján találkozhatunk majd zenészekkel. Amikor itt volt a pandémia, és itt álltunk úgy, hogy nem lehetett semmit csinálni, akkor jutott eszembe, én Siófokon láttam egy hasonlót, az békeidőben zajlott, zenészek járták a várost, egy gitáros duó jazzt játszottak, és onnan jött az ötlet, hogy akkor ezt meg lehetne csinálni, hiszen ez nem lehet fertőzés forrás, tehát ugye a pandémia szempontjából mindenképpen ez biztonságos. Varga Endre és Bódis Bettina varázsol egy kis szilveszteri hangulatot városszerte. A különleges program keretében a város minden pontjára igyekeznek eljuttatni a zenét. December 31-én délután 2-től 6 óráig akár az erkélyünkről is élvezhetjük a zene nyújtotta pozitív hatásokat. Az előre meghatározott menetrend mellett a zenészek kiemelt figyelmet fordítanak majd városunk két idősek otthonára is. Járvány idején az emberi életek mellett a családokat és a vállalkozásokat is védenünk kell. Nekünk minden élet és minden munkahely számít. A kormány ezért újabb gazdaságvédő lépésekről döntött. A családok és vállalkozások hiteltörlesztési moratóriumát július 1-jéig meghosszabbítjuk. A kormány átvállalja a járvány miatt ideiglenesen bezáró vállalkozások bérköltségeinek kétharmadát. A kis- és középvállalkozások és az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január 1-től a felére csökkentjük. A gyereket nevelő családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum 3%-os lakásfelújítási hitellel segítjük. Emellé 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat. Egyszer már sikerült, ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Magazin műsorunk kezdetén Papp Gábor polgármester karácsonyi köszöntőjét tekinthetik meg felvételről. Tisztelt hévíziek! Az adventi koszorún
immár mind a négy gyertya lángja ég, hirdetve, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel készen állunk karácsony lényegének befogadására. Hiszem, hogy készen állunk. Hiszem, hogy nem az ajándékok, nem a vásárlási láz, nem a csomagküldő szolgálatok naponta megjelenő autói tették, teszik számunkra ünnepivé ezeket a napokat. Mert igaz, adni jó. Örömöt szerezni jó, látni a másik arcán a boldogságot, felemelő. De az utóbbi években, mintha picit már nem is ez lett volna a legfontosabb. Kortárs írónk, városunk kulturális folyóiratának szerkesztője, Cserna Szabó András így fogalmazott egy írásában. A karácsony Jézus születésnapja, sokáig a szeretet, a lélek, a csend ünnepe volt. Az emberek viszont az ökumenikus kapitalizmus, a végtelen fogyasztás, az őrült topzódás zajos haláltáncává tették. És Böjte Csaba testvér is hasonló gondolatokat osztott meg velünk, ő ezt mondta. Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyűvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. Hiszem, hogy mind többen érezzük át, hogy karácsonykor valóban maga Jézus az ajándék. Az a szeretet, az a türelem, az a béke, ami belőle árad. És hiszem, hogy ezt az ajándékot mind többen megtapasztaljuk és megkapjuk. Kedves hévíziek, én magam is látom saját magamon, munkatársaimon, ismerőseimen, hogy bizony évvégére elfáradunk. Zaklatottabbak, idegesebbek leszünk, kevesebb türelemmel fordulunk környezetünk felé, ez az év pedig ezeket a tüneteket nemhogy enyhítette, de fel is erősítette. Még többet kellett küzdenünk egészségünkért, munkahelyeinkért, gazdasági egyensúlyunkért, családtagjaink lelki biztonságáért, gyermekeink előrehaladásáért. Talán minden eddiginél fáradtabbak, nyűgösebbek vagyunk. De épp ezért fontosabb, hogy most még inkább szeretettel forduljunk a másik felé. Most, amikor szinte bezárkózott a világ, amikor jóval több időt töltünk otthonainkban, most talán megadatik, hogy valóban felkészítsük a lelkünket, hogy befogadja az ünnepet. Annyiszor panaszkodunk arra, hogy ez a járvány sok mindent elvett tőlünk. És ez igaz is. Sokat elvett, de valljuk be, adott is. Adott egy lelassultabb életet, egy egymás felé fordulást, és megadta a befelé fordulás lehetőségét. Rávilágított, hogy nincs fontosabb, mint az egymás iránti szeretetünk és a belső, lelki békénk, egészségünk. Hogy semmi nincs fontosabb és értékesebb annál, hogy minthogy megölelhessük, magunkhoz vonhassuk azokat, akik fontosak nekünk. Rávilágított, hogy csak akkor tudunk értékes életet élni, ha szeretetet kapunk és adunk, és ezt nap mint nap megtapasztaljuk. Ragyogja be szívünket, otthonainkat, ez az őszinte, szerető légkör. Kívánom, őszintén kívánom, hogy mindenki élhesse meg, milyen jó szeretni és szeretve lenni. Szent Pál a korintiusokhoz írt levelében ezt mondja. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Bár az adventi gyertyán elfújjuk majd a negyedik lángot is, a szeretetét, de a szívünkben lévőt ne hagyjuk kihunyni soha. Békés, meghitt, áldott karácsonyt kívánok Önöknek! Talentum pódium rovatunk mai részében a Hévízi Általános Iskola második osztályos növendéke, Gelencsér Zsófia mondja el nekünk Iván Magda Kicsi vagy Nagy című versét.
Zsófikám, húzd gyorsan a cipődet, hiszen nagy lány vagy már, mondja reggel anyu. Zsófikám, ne szülcsön, mint a malac, hiszen nagy lány vagy már, mondja délben anyu. Zsófikám, elég legyen a tévézésből, hiszen te még kislány vagy, mondja este anyu. Anyu, miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, estére kicsi leszek? Kérdeztem anyut. Összemegyek, mint a táj, elfogyok, mint a vajas kifli. Töpörtyűvé töpörödöm, mint a zsírszalonna darabok. Hol kicsi, hol meg nagy, valamihez még kicsi, vagy valamihez meg már elég nagy vagy. Válaszolta anyu. Szóval ezt mondta, de nem nyugtatott meg. Máig se tudom eldönteni, hogy kicsi vagyok, vagy nagy. Felgyúlt a negyedik gyertya is városunk adventi koszorúján. Pap Gábor polgármester, valamint Pénteknyi Vízkeleti Márta református lelkész, és Kis László Esperes osztotta meg a szeretet lángjához fűződő ünnepi gondolatait. Tisztelt hévíziek! Advent negyedik vasárnapjához érkeztünk, amikor az utolsó gyertyát, a szeretet gyertyáját gyújthatjuk meg. Én ma a gyertyák fényénél azt kívánom, hogy a koszorú, mely a maga kör alakjával a végtelent szimbolizálja számunkra, a rajta égő szeretet gyertyával a végtelen szeretetet közvetítse számunkra. Azt kívánom, hogy soha véget nem érő szeretet legyen bennünk, ez világítsa be az életünket, mindennapjainkat, ez mutasson utat nekünk ahhoz, hogy minden helyzetben, nehézségben tudjunk szeretettel lenni magunk iránt és embertársaink iránt is. A ma történései mindennél jobban és erősebben bizonyították, hogy világunk a szeretet nélkül a mindennapi, valódi kapcsolatok éltető ereje nélkül mit sem ér. Fogadjuk be, és fogadjuk meg Vörös Sándor szavait, melyek így szólnak. Ne kívánd senki szeretetét, ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye melege, mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből, és melegedből, mint akiknek nincs szükségük te rád. Családtagjaid, mindennapi társaid, és a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. Szeretetteljes karácsonyt, és mindennapokat, boldog mindennapokat kívánok önöknek. Felkérném először Péntekné Vízkeleti Mártát, református lelkész asszonyt, hogy mondja el gondolatait, illetve áldását. János evangélium a harmadik részéből, a 16. versből így szól hozzánk az Úr igéje. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hajtsuk meg együtt a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága mindenható Istenünk, hogy végtelen szeretetedet, irgalmadat, jóságodat kiárasztottad ránk a te drága fiadba, Jézus Krisztusba, akit bele engedtél a világnak bűneibe, sötétségébe, a sok-sok emberi nyomorúság közé. Azért tetted mindezt, hogy az emberiséget, amely ezen a karácsonyon is benne van a betegségben, a bűnökben, a sötétségbe, hogy abból kimentsd, megmentsd. A te fiad mindannyiunknak megváltója, mindannyiunknak üdvözítője és megmentője. Kérünk téged, drága Istenünk, segíts, hogy a te szereteted ezt az ember világot arra indítsa, hogy viszont szeressen téged, hogy megköszönje a te fiadat,
és hálából a szívébe fogadja az érte küldött megváltó Jézus Krisztust. Urunk, segíts bennünket, hogy mi is egyen-egyenként a szívünkbe, lelkünkbe tudjuk fogadni a te drága fiadat, Jézust. Hozzon, Urunk, a mi életünkbe békességet, a félelem helyett örömet, boldogságot, szeretetet. Urunk, imádkozunk a betegségben szenvedőkért. Kérünk ki téged, légy a beteg ágyak mellett, drága Jézusunk. Gyógyíts meg a szenvedőket, a betegeket. Kérünk téged, érettünk szeretteinkért, hogy mindenki maradjon egészségben. És kérünk, adj közénk, családjainkba, itt a városunkba, az egész világba, tőled jövő szeretetet, békességet, megértést és benned való hitet. Amen. Szeretném megkérni Kis László esperes atyát is, hogy mondja el gondolatait és áldását. Az adventi időszaknak vannak lelki nagymesterei. Többek között Izaiás próféta, keresztelő Szent János és a boldogságos Szűz Mária. A mai vasárnapi evangéliumban Szent Lukács evangéliumából az angyali üdvözlet hangzott el. Mária ki tudta mondani az angyali köszöntésre ezt az egyszerű mondatot, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. De ebben volt az ő erős hite, és ugyanakkor az alázata. Nekünk is ezt az erős hitet kell tőle megtanulnunk, és hogy legyen bennünk alázat. Tulajdonképpen ebben a nehéz időben nincs másba kapaszkodásunk, mint egyedül az Istenbe, és ehhez adjon nekünk a mindenható és teremtő Isten Jézus megszületésével egy erős hitet, hogy ezeket a nehézségeket le tudjuk győzni, és az erős hit mellé alázatot, hogy ezzel az alázattal tudjuk hordozni az életnek a terheit és a nehézségeit. Amikor most várjuk Jézus születését, akkor elhozza, el akarja hozni mindnyájunk számára az Isten végtelen szeretetét és irgalmát. És ezt a szeretetet kell nekünk is befogadni, hogy ezzel a szeretettel tudjuk élni életünket, családjaink életét, és ezzel a szeretettel tudjunk kapcsolódni egymáshoz és a mindenható Istenhez. Amen. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő percekben az ételallergiával küzdő, vagy épp diétázó nézőinknek adunk tippet egy csokis narancsos desszert elkészítésével. Takács Bernadett, Zala megyei cukrászművész, karácsonyi ízeket idéző kreálmánya, tej, tojás, cukor és gluténmentes. Sárközi Takács Bernadett vagyok, cukrászmester. 31 éve dolgozom jelenleg a cukrász szakmában. 14 versenyeredmény áll a hátam mögött, közte fele körülbelül hazai, majd nemzetközi versenyek, olimpia és világbajnokság, illetve Európa-bajnokság. Még két év múlva, 2022-ben rendezik meg a világbajnokságot Luxemburgba, azon még szeretnék részt venni. Zala megyében élek, saját termelő üzemem és hozzá egy kis cukrászdám áll rendelkezésre, ahol nagyon sokat foglalkozunk egyedi kérésekkel, allergiásokkal, mentes desszertekkel, mint minden vendég
külön kívánságát próbáljuk teljesíteni, hiszen nem egyediek ezek az allergiás betegségek, mindenkinél teljesen más alapanyaga bevált, úgyhogy mindenkinek egyedileg készítünk mentes desszerteket az ő betegségének megfelelően. Ehhez a koncepcióhoz igazodva összeállítottam egy olyan karácsonyi desszertet, amit minden házi asszony otthon saját maga el tud készíteni, ami tejmentes, cukormentes, gluténmentes és tojásmentes, így lefedve ezzel jó sok problémát. Ehhez állítottam össze saját recept alapján egy karácsonyi desszertet, egy narancsos csokoládés desszertet. Nagyon egyszerű anyagokat fogok hozzá használni, és nagyon egyszerűen fogjuk összeállítani. A glukonont, egy kis kakaóport, egy pici olajat, egy pici csöpp ecetet, aztán egy kis reszelt narancshéjat ízesítésnek, belekészítünk ebbe a kis masinába, és hozzáadunk egy kis vizet. Ezt ráhelyezzük, és ezt össze fogjuk egy picit turmixolni. Megmutatom, ez egy ilyen kis folyadékos lesz, és ide van készítve nekem ebbe a tálba gluténmentes liszt. Ebbe egy pici, tényleg csak egy csipetnyi sót adtunk hozzá, egy pici sütőport, egy pici szódabikarbonát, és ízesítő anyagnak használok hozzá egy kis őrölt szegfűszeget, őrölt fahéjat, és egy csipet őrölt gyömbért. Ezt most ide ebbe bele fogjuk rakni, és csak simán összekeverjük. Ez itt állásába egy picit sűrűsödött nekünk. Pont annyit, hogy nem folyik itt ki közben nekünk a zsákunkból. És betöltjük ezekbe a kis zsákocskánkba, azt is mindjárt megmutatom, hogy körülbelül így néz ki. Ezt most 200 fokra betesszük sülni. Azt azért mindig szeretném elmondani, hogy a 200 fok ez mindig egy körülbelül érték, mert nyilván ahány sütő, annyiféleképpen süt, és változhatnak a hőfogok. És körülbelül, és azért hozzáteszem itt is, hogy a körülbelül 20 perc, mert ez sütőtől függ. Amíg sül a tésztánk, addig elkészítjük hozzá a narancsragunkat. Ezt apró kockákra vágjuk, beletesszük egy főzőedénybe, öntünk rá egy kis vizet, azért szaftja is legyen, illetve itt ugyanúgy glukonont használunk, és itt bekeverve, nekem már itt van egy kis szegfűszeggel, gyömbérrel és fahéjjal, és egy picit össze fogjuk ezt most főzni. Étkezési keményítővel fogjuk egy picit besűríteni, hogy a desszertünkre majd rá tudjuk rakni. A keményítőnket egy csöpnyi vízzel bekeverjük. Egy kis pici haberővel elkeverjük, úgyhogy csomómentes legyen. Úgy, megfőtt a ragunk, ilyen szép darabos is maradt, és ezt most be fogjuk főzni egy ilyen kicsit sűrűbb állagúra. Közben elkészült a tésztánk, amik így néznek ki. Kicsit hagytuk kigőzölni a tésztánkat, és egy ilyen kis pici lukat vágunk a közepébe, és most megtöltjük. Így betöltjük szépen. Felpakoljuk tálcára, és félretesszük egy picit kihűlni. Ha kihűlt a desszertünk, és kicsit behátyásodott a kis narancsragunk a tetején, akkor egy pici kókusztejszínt fogunk verni. Fogunk megint egy zsákot, aminek a belsejébe tetszés szerinti csövet teszünk, és feldíszítjük a kis desszertjeinket. Megkapják a méltó befejezést. Amíg a sütő meleg, addig a diót be lehet rakni, egy picit megpörkölni, és ha egy kicsit megpörköljük, akkor ilyen kis roppanósabb lesz az íze, ami nagyon fontos, számomra nagyon-nagyon fontos, hogy minden desszertnél kell valami rejtett kis roppanós falatka. És ezzel igazán karácsonyivá fogjuk varázsolni. A narancs, a fahéj, a szegfűszeg,
egy kis narancsszeletet a tetejére teszünk, és készen van a desszertünk, amit karácsonykor feltálalhatunk a családnak, és ezzel egy picit szebbé tehetjük az ünnepeket. Buklány című rovatunk mai részében ismét olvasnivalót ajánlunk Önöknek a Hévízi Városi Könyvtár vezetőjének közreműködésével. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Festetés György Művelődési Központ Városi Könyvtárában. Szokásos könyvajánlónk, heti könyvajánlónk következik, ennek során ismét három olvasóink által igen kedvelt kötetet mutatok be Önöknek. Az első, kezdjük egy ifjúsági regénnyel, Böszörményi Gyula, Gergő és az Álomfogók című kötete. Az íróról azt kell tudni, hogy 1964-ben született, és író, újságíró, és a Gergő sorozaton kívül számos más ifjúsági sci-fi és fantasy regényt, novellát írt. Jellemző erre a regényre és az egész sorozatra, hogy nem a nyugati kultúrák mese és mondavilágára épít, hanem kifejezetten a magyar honfoglaláskor előtti mondavilágra, mitológiára épül, és azt a népmesénk elemeit használva egy élvezhető modern stílusban tálalja. Történetről röviden, hogy főhőse Gergő, akinek a családja, ő maga és a családja meghívást kap Börzsönyben tartott bűbájosok összejövetelére. Ez több dolog is fenyegeti ezt az összejövetelt. Monyákos Tuba, aki az illegalitásba szorult Lidérc gerillák vezetője, társaival együtt azon munkálkodik, hogy minél több borsot töljön a rendezvény részvevőinek óra alá. Akkor meg kell említeni Kobzos Bélát, a környék fővadászát, aki Furdancs Pepével együtt észreveszi, hogy valami nincs rendben az utóbbi időben az erdőben, és úgy dönt, végére jár a dolognak, holott a bűbájosok világának rejtve kell maradnia a hétköznapi emberek előtt. Mindenkinek ajánlom, aki főleg fiatalságnak természetesen, aki szereti a mitológiai köntösbe bújtatott fantazi történeteket. A következő könyv, amit ajánlani szeretnék, egy nemrég ment a televízióban is nagy sikerű sorozatot készítettek belőle, Margaret Atwood, a Szolgálólány meséje című könyv. Ez egy nagyon érdekes, fiktív világot mutat be, egy disztópia, megrázó vízió egy olyan világról, ahol a nők egyetlen szerepe, hogy a vallás, az állam és a szaporodás szolgálatában álljanak. Tehát az állam egy külön intézményben, egy átnevelő központban készíti fel a termékeny nőket, és később ezek a felkészített hölgyek az uralkodó elit uralkodó elit családokba kerülnek, ahol a család fő fog gyermeket nemzeni, tehát teherbe essenek a családfőktől. Nagyon érdekes és elgondolkodtató történet. Egyébként az íróról tudni kell, az írónőről tudni kell, hogy számos díjjal is jutalmazták könyveit, többek között megkapta az Arthur C. Clarke díjat is, illetve megkapta a Booker díjat, illetve a humanitárius tevékenységéért is számos díjat kapott már. Tehát mindenkinek ajánlom, aki egy különleges, nem túl kecsegtető, de érdekes, fiktív világról szeretne olvasni. És a végére egy
olyan könyvet hoztam, amit olyan olvasóinak ajánlok, akik a második világháborús regényekért rajonganak. Sven Hassel könyvsorozata, regényei igen különlegesek, ugyanis a második világháborút német szemszögből mutatják be, mégpedig egy Totenkopf hadosztály szemszögéből. És az a különlegessége, hogy tulajdonképpen olyan német katonákat mutat be, akik teljesen úgymond ki nem állhatják ezt a náci rezsimet, de teszik, amit tenniük kell. Maga az író végigharcolt a II. Világháborút szintén egy ilyen büntető zászlóaljban, tehát teljesen hiteles, amit ír. Zseniális karakterek vannak benne kidolgozva, és jellemző a regényeire, hogy még az egyik oldalon a hasát fogja az ember a nevetéstől, addig a másik oldalon meg hát elborzad a háború kegyetlenségeitől. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki egy komoly, de ugyanakkor zseniálisan megírt II. Világháborús regényt szeretne olvasni. Végezetül fogadják szeretettel az általános iskola drámatagozatának karácsonyi köszöntőjét. Én már a kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép ünnepet és boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk mindannyiuknak. Ha tehetik, tartsanak velünk az ünnepi időszakban is, többek között az általános iskolások karácsonyi válogatás műsorával és különböző visszatekintő összeállításokkal várjuk Önöket a megszokott időpontokban. Viszontlátásra! Közeledik a karácsony, az ünneplés akkora legszebb, ha idősek, fiatalok, gyerekek együtt emlékeznek vissza a legszebb pillanatokra. Minden éven elmentünk Hévízen az idős otthonokba fellépni, hogy vigyünk egy kis szeretetet a szívünkből. Most máshogy alakult, de nem felejtettük el. Nagy élmény volt meglátogatni őket, és sokat kaptunk tőlük. Ezzel a kis rövid műsorral szeretnénk kedveskedni mindenkinek. Sok egészséget, erőt és kellemes ünnepeket kívánunk. Karácsonykor Isten fia, Jézus születését ünnepeljük. Szeretet ünnepe az egész világon. Ünnep, mely elhozza a boldogságot, reményt és a békét. A családokba, otthonokba és a világba. A karácsony nem fog csak úgy bekopogtatni hozzánk, ránk köszönni. Nekünk kell tenni azért, hogy megteremtsük magunkban is az ünnepi hangulatot. A karácsony gyerekként maga a csoda, de ez a csoda állandó. Minden évben ugyanabban az időben, mert tudjuk, hogy a csoda mindig megtörténik. Egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani, valakinek kezet nyújtani, apróságoknak örülni. Szólni azokhoz, akikhez nem szólnak. Hinni azoknak, akiknek nem hisznek. Tenni a békéért, küzdeni érte. Felvidítani egy szomorút, örülni a holnapnak, mindenben a szeretetet látni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is, vagy remél valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten Jézusunk. Három király mi vagyunk. Lángos csillagát lettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát, király nevem, segíts, édes Istenem. Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, s szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék, a féle földi király személye.
Adjon Isten megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megragyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecsen király. Irul pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Adi Endre, karácsony! Harag csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falunkban, karácsonykor, magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten, szent kegyelme súgna szálna. Az én kedves kis falunkban minden szívben csak szeretet lakik máma. Váltja lelkemet a nagyváros durva zél. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretettel üdvözölni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, stalizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni Istent és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Koronavírus szabályok. 14 év feletti diákok számára digitális oktatás lépett életbe. Vigyázzunk egymásra, mert minden élet számít.